Ma Bonstani előadás. Tartja Abraham van Helsing professzor a 74-es teremben. Uraim! Önök ma első ízben vesznek részt egy boncoláson. Korán sem ritkaság, hogy egy első éves hallgató a művelet során egy kicsit elállt. Ilyenkor szokott elválni az is, hogy kiből lesz orvos, és hogy kinek marad ez gyermekkori álma. Nos, először is kitakarjuk a hullát. Aztán fölvágjuk az ágyéktól a melkasüregig. Na. Nos, amint feltártuk a hasüreget, azonnal látjuk, hogy a belső szervek a szép rózsaszín helyett okádékzöld árnyalatot öltöttek. Megvizsgáljuk a zsigereket, van-e kóros elváltozás. Tehát... Itt van. Adja tovább. Ne sajnálja, jut mindenkinek. Van itt elég. Helyes. Nem maradt senki talpon. Hello! Még álom a sarat, professzor van Helsing. Woodbridge, igaz? Jöjjön csak, Woodbridge! Derék fiú, kemény legény! Vessünk hát egy pillantást az agyra! Ha? Először megnyitjuk a koponyát! Így! Íme a csupasz emberi agy! Ja, a karmas munkára. Ja! Ó, professzor úr, 10-ből 10. Ja, megint sikerült. Üzenet jött dr. Stewarttól. Üzenet dr. Stewarttól? Mit üzent? Kéri, hogy menjen el Vibbibe. És sürgősen. És sürgősen? Úgy, uram, sürgősen.